Már dolgoznak a Magyar Tudományos Akadémia kutatói a poloska csapdán. Az utóbbi időben ugyanis olyan szinten elszaporodtak a kártevők, hogy nem csak a lakásokban zavaróak, de a terméseket is tönkreteszik. A Növényvédelmi Intézet igazgatója szerint 2020-ra készülnek el a csapda prototípusával. Azért én most már leszedném. Szedjük. Valamiért szeretik a sárgás színeket a poloskák, mondja a Növényvédelmi Intézet igazgatója. Poloskákat kerestünk itt, de ők előbb találtak meg minket. Most még szerintem túl jó van, tehát jönnek, mennek, igen. Ez az ázsiai márványos poloska. Vele találkozni mostanában szinte mindenhol. Mivel a telet jól bírják, az utóbbi években igencsak elszaporodtak. Ezért a Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja egy poloska csapdán dolgozik. Jelenleg négyféle verzió készül, ebből a négy duplán, tehát egy része az simán, másik részénél pedig próbálunk egy picit csalogató anyagot is betenni, hiszen ennek a poloskának létezik egy úgynevezett agregációs feromonja, amely azt segíti, hogy egy helyre gyűjjenek össze. Most ezt a két változatot próbáljuk összehasonlítani. A központ igazgatója azt ígéri, 2020-ra már felmutatnak egy ideális prototípust, ami egyre inkább sürgető lehet, mivel a poloskák nem csak a lakásokban zavaróak, hanem a termésben is kárt tesznek. És már komoly károkat okoz például a málnaültetvényekbe. Az intézet azt vizsgálta, hogy mely termések a poloskák kedvencei, azaz mit érdemes például a szőlőtőkék közé ültetni, hogy átcsábítsák a kártevőket. A paradicsom lett a befutó, ha választani lehetett, a poloskák a paradicsomhoz gyűltek. Gyakorlatilag a termések gyümölcsöket szívogatva, először is, hogyha még kicsi az adott gyümölcs vagy az adott termés, és akkor szívogatja a poloska, akkor elképzelhető, hogy elrúgja azt a növényt, tehát nem fejlődik tovább a gyümölcs vagy a termés, tehát így közvetlen terméskiesést is tud okozni. Ha pedig a már érettebb termésekbe kóstol bele, akkor a nyála belekerül a gyümölcsbe, amitől az elszíneződik és torzul. Az a baj, hogy amit mi látunk, az már csak a jéghegy csúcsa. Egész Európában elszaporodtak a poloskák, mivel kedvező a klíma, és itt már nincsenek jelen a rovar természetes ellenségei, mondja Mezőfi László. Ez a poloskafaj Kelet-Ázsiából érkezett, valószínűleg a kereskedelem során jöttek be építőipari alapanyagok, például téglák között.